Sziasztok, ez itt újra a Szélreláz adás, Szélreláz rovatunk, amely sorozatokkal foglalkozik, ezúttal is folytatjuk utunkat a Trónokharca 8. és egyben utolsó évadával, az 5. rész kapcsán, amely az utolsó előtti rész az egész sorozatban, és hát a 8. évad esetén is. Ez az epizód is nagyon sokakat, utálatra késztethet, de nagyon sokaknak tetszett is, és visszahozhatja azt a régi kicsit elfeledett trónokharca feelinget, ilyen az érzést, amelyet szerintem az előző 4. rész is úgy, ahogy visszahozott, kisebb, nagyobb sikerekkel, és egyébként szerintem ez az epizód is ugyanezt teszi, csak egy sokkal kaotikusabb, sokkal brutálisabb módon. Egy sokkal cselekményesebb, mozgalmasabb és hát háborúsabb hangulattal. Az várható volt, hogy a megmaradt két oldal egy elég durva véres leszámolást hozhat, és igazság szerint annyit állnotok szerintem spoiler nélküli, hogy igen, ezt meg is kaptuk. Nagyon sok visszautalás volt egyéb iránt az első évad végé felére, ugye a végére, és nagyon sok utalás volt a régi múltban történtekre is. Ez tetszett, és az is, hogy nem teket óriáztak a készítők. Itt elég durva dolgokat látok, és nem csak olyan szempontból kereszte érteni, hogy tényleg minden nagyon véres és undorító, hanem egyszerűen lelkileg sokak által akár gyötrelmesnek is lehetne nevezni a látottakat. Miguel Sapochnik, aki az eddigi gyakorlatilag harciasabb epizódokat rendezte, ugye a Hard Home-ot, a 8. részt az 5. évadból, ami gyakorlatilag egy mészárlás volt, ugye a Fattyak csatáját a 6. évadból, illetve a 8. évadból ugye a sokak által nem tetszetős és hát megosztó a 3. részt, és most lesz az 5. is. Újra elhozta azt a stílusjegyét, hogy az adott karaktert követve így bemerül a kamera a tömegbe, és végig mondjuk akár 5 perces vágatlan jelenet során követi az adott karakterünket. Itt is az a helyzet, gyakorlatilag két karakterrel is, illetve azt kell mondanom, hogy a város King Landing, tehát királyvár tekintetében ezúttal a nép maga és a társadalom és a köznép pontosabban és fontos szerepet kap, mind a kamera, mind a mondani valók szempontjából. Van egy nagyon nagy, hát sokak által váratlannak vélt csavar és fordulat egy karaktert illetően, ami, ha végignézitek, főleg így a 8. évad előtt a sorozatot, akkor annyira nem annyira meglepő. Hiszen nagyon sok apró jelenetsor utalt már erre, és ezt nagyon sokan így gondolják. Erről nagyon sokan írtak is kommentekben, most itt az epizód megtekintése után, és én is így vélem, hogy átgondolva, hogy igen, erre elég sok jel volt. Plusz, ami azóta is történt, akár csak ebben az évadban, még nagyobb hatást fejtett ki, hogy ide vezesse ki a történetet. A két író, az a két író, D.B. Weiss és David Benioff, akik nagyon sokszor lejtmenetbe is érnek, ebben az epizódban is hullámvölgyek, hullámhegyek vannak. Azt kell mondanom, hogy itt is van egy pár logikai baki talán, illetve a kapkodás az, ami megint negatívan megy át. Az egész 8. évad nagyon kapkodó, a 7. is lehetett ezt mondani, ott próbálták ezt a teleportálásokkal inkább megoldani, és akkor a teleportálás helyett, pontosabban az odavezető utak helyett más jeleneteket, főleg akciódus jeleneteket berakni. Itt viszont sokszor egyszerűen, mivel csak 6 rész van, hiába hosszabbak a részek az epizódok által, vagy 80 percesek, egyszerűen nincs elég idő a karakter jellemzésre, ábrázolásra, kifejtésekre, érzelmesebb pillanatokra, és sokszor sok minden olyan hirtelen jön. És az egyértelműen a kapkodás miatt van az, hogy csak 6 részes lett az epizód, pedig bőven lehetett volna 10 részes, hiszen az HBO eredetileg azt szerette volna, hogy még akár több évad is legyen, és mindegyik évad 10 részes legyen. Egyszerűen az így két író döntött úgy, hogy nekünk ennyi elég volt. Most nem tudom, hogy belemutak-e az alapanyagba, vagy csak a Star Wars chillingelt, hiszen már közben aláírták a Star Wars filmekre való szerződésüket, és ezért kellett kapkodniuk. Én ezt a két megoldást látom, és ez az az, ami, ez a kapkodás, ami az egész évadra ráveti sötét árnyékán. És ettől lesz minden olyan negatív olykor az epizódokban, mert párbeszédeket cseszik el esetleg, nem olyan ütősek, mint a korábbi évadokban, vagy egy-egy karakter hirtelen jött változása tűnik túl gyorsnak emiatt, és egyszerűen amiatt van, mert nem kap elég időt, teret, nincs annyi ötletük, hogy úgy bontsák úgy ki a
kedves készítők, hogy annak legyen egy íve, egy folyamata, amelynek van eleje, közepe, vége, hasson reálisnak, és ne elkapkodottnak. És ez sajnos ebben az epizódban is egy kicsit felíti fejét. De összességében ez nagyon pörgős epizód. Szerintem hasonlóan a negyedik részhez, csak itt sokkal cselekményindúsabb, így hát harciasabb ez a pörgés. És nagyon sok karakternek egy ilyen pivotális pontját is láthatjuk a karakterívének ebben az epizódban. Nagyon sok érdekes történés történik, jó sok karakterrel. Ennyit elmondhatok, úgyhogy ilyen szempontból mindenképp egy érdekes és izgalmas epizód, mert itt minden szempontból vannak történések, nem csak amiatt, mert megy a csihipuhi, hanem egyszerűen fontos úthoz érnek el mondjuk adott karakterek. És azt is el kell mondanom, hogy valamilyen szinten a taktikai része ugyan sokszor kicsit gyenge lábakon áll itt is ebben az epizódban, a Trónok harcának az új évadnál, de vannak benne ötletesebb újítások, tehát amit árulhatok, hogy például Daenerys is tanult a dolgokból, és valószínűleg Cersei is az eddigi esetleges taktikai elkövetett hibákból. És azt láthatjátok is szerintem az ötödik részben. Most spoiler nélkül nem beszélhetek, de majd fogunk a részletes évad kibeszélővel, ahol szinte epizódonként fogjuk kibesézni majd a nyolcadik évadot. Daviddel is, vagy talán még másokkal is. De annyit el kell mondanom, hogy itt láthatóak változások taktikai szempontból, akik valamilyen adott dolgot nem értenek, például itt már elővettek sokan egyébként egy teleportálást, ami igazából nem teljesen volt szerintem megint az, illetve elővettek egy ilyen harci taktikai dolgot, ami szerintem nem olyan egyszerű volt, nem taktikusabb volt, csak úgy látszik nem besézték, elemezték ki jobban azokat a jeleneteket a kedves nézők. A lényeg az, hogyha másodjára, harmadjára megnézitek, akkor sokkal jobban átlátszik, hogy azért mi hogyan történt. Az más kérdés, hogy a vágásban is ilyen szempontból ebben az epizódban előjött egy kis kapkodás, mert szerintem a vágás hatása miatt van az, hogy nem tűnt föl bizonyos jelenetek mélysége az adott nézőknek, mert ott is egy kicsit kapkodó jellegű volt a dolog. Egyébként egy nagyon látványos epizódról van szó, és a történések szempontjából is mondottam sokkal izgalmasabb, mint mondjuk a legtöbb 8. évadbeli epizód. Viszont azt elmondhatom, bár ez talán nagyon minimális spoiler lenne, de a lényeg az, hogy éjszakon nem járunk, tehát én kicsit hiányoltam az éjszakot, tehát nem látjuk Sansát, Brandt, hát gondolom az utolsó részben majd fontos szerepet kapnak. Úgyhogy az egész a déli konfliktusra hegyeződik ki, hogy ugyanaz persze, ha megnézitek az epizódot, akkor láthatjátok. És nagyon tetszett, hogy sokszor nagyon művészi volt mondani valóban is ez az epizód, elég csak a végére gondolni, vagy a hát ugye a kétharmadán a lévő egyik jelenetre, azt hozzá kell tenni, néha túlnyújtották. Tehát néha, amikor már túlontúl művészi lesz valami, és túlnyújtják, túl szövik azt az adott pillanatot, akár 2 percesre, amikor fél perc alatt is ugyanúgy elmondaná azt a mondani valót, amit kell. Az nem mindig tetszik, és néha szerintem már kicsit túltolták ezt a faktort. De összességében azt kell mondanom, hogy ezek a művészi pillanatok sokszor csak képekben, szavak nélkül nagyon sokat mondanak. És itt is ezt is alkalmazták ebben az epizódban. Sokaknak nem fog tetszeni az a nagy változás, amit igazából itt láthatnak ebben az epizódban, viszont nem kevesen ezt is betippelték korábban. Annyi teória készült már a Trónok harca végéhez, hogy valamilyen szinten ezt is eltalálták, de azt hozzá kell tenni, hogy a kisebbség tartozott talán ebbe a körbe, véleményem szerint. Nagyon sok hollywoodias akarat volt, nagyon sok olyan teória, ami iszonyatosan szerintem hollywoodias volt. Egyelőre nagy része nem is jött be, és ennek örülök. Tehát a készítők gyakorlatilag fityiszt mutattak a teóriagyártóknak, hogy ezt nektek, ezt a korábbi pár epizódban is talán láthattuk, de most szerintem ebben az epizódban is. És én ennek örülök, csak néha az a fityiszt mutatás, hogy mindig mindennek a hirtelen ellenkezőjét mutassuk felkészülés, illetve árnyalás nélkül, ez néha átcsaphat a ló túlsó oldalára, és két szék közé eshetünk, hogy azért, hogy mindig minden hirtelen más legyen, nagy fordulatot vegyen, de csak úgy azonnali módon, az nem mindig jó hosszú távon. Egyszerűen hiteltelen és nem realista lesz. Hiszen a Trónok harca eddig azért, főleg az első 4 évadban nagyon realista és hiteles volt. Pont ezért szerették sokan azok is, akik nem szerették a fantasyt, mert nagyon minimálisan volt fantasy. És ugyan a fantasyt most nagy rész kiölték a 8. évadból, ugye a 3. rész végét illetően, ami sokaknak egyébként, akik a fantasyt, a misztikumot szerették, nem tetszett, de
azt gondoltuk volna, hogy akkor minden téren rápróbálnak majd minden realitásra, és sajnos a realitás érzék az, az egy kicsit szerintem ilyen szempontból elveszett. Bár mondjuk ebben az ötödik évadban, annyit mondok, hogy Sárkány ez nem folyt le, azért van fantasztikum, de vagy bocsánat, ötödik részben, de összességében itt nem az a fő gond, most van benne Sárkány, vagy nincs benne, nem ettől lesz fantasztikusabb, vagy fantáziatlanabb, hanem, vagy realistább, hanem egyszerűen a történések, illetve azoknak a módja és hát a kidolgozása, a kivitelezés, ami sokszor itt az ötödik résznél is szerintem hagy maga után egy kis fekete lyukat. És ez is a nagy része egyébként a kapkodásnak köszönhető. De nem is értem, hogy miért nem fogadták el a készítők azt az HBO-tól, hogy legyen akkor itt is 10 rész, és adunk még több pénzt, mert pénzt adott volna az HBO, időt adott volna az HBO, örül ennek, hiszen úgyis megnézik a fanok, még most ezeket az epizódokat, amelyeket úgy lehúznak az IMDb-n is, nagyon sokan nézik. Egyszerűen majdnem rekordokat hoz, minimális a különbség azt hiszem a legnézettebb Trónokharca epizódokhoz képest. És mégis valamiért sosem úgy döntöttek, én erősen a Star Wars-ra tippelek a kedves producerek, hogy ezt inkább gyorsan zavarjuk le, és ez a gyors lezavarás, ez nagyon sok teren vagy téren jön. Karakterek ábrázolása, az események sorsfordító pillanatai sokszor elkapkodottan jönnek. Nagyon sok karaktert végigvisznek a szemünk előtt. A csatában kiemel Szapocsnik rendező, és szinte láthatjuk a idézőben a karrierjét végig a csata során. Fontos szerepet kap a csata során mind a szárazföldi, mind a tengerészeti, úgymond warfare, tehát haditudomány, és hát természetesen a sárkány is. És hát fontos szerepet kapnak persze a főszereplők, Arya, Dany, Cersei is lehetne sorolni, de ez várható volt, illetve hát ezt előre láttuk. Voltak olyan pillanatok az ötödik részben, amelyek nagyon régóta várt jó sok trónokharca rajongó, és nagy részt szerintem sikerült jól megcsinálni, de voltak meglepetések is, és mondom, ez az, ami sokakat lehet, hogy megoszt majd. Én nekem összességében tetszett, és hogyha volna végignézek még egyszer az évadokon, akkor ott vannak azok a kis árnyalatos pillanatok, amikor egy adott szereplő arcát elég, ha nézitek szinte, és hosszú távon azért kiötlik a dolog, amit itt láthatunk igazából. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után, amit itt az ötödik résznél előhoztak nekünk, mit fog nyújtani majd az utolsó záró hatodik rész, 80 percben mivel tudják úgy megfűszerezni a dolgokat, mert majdnem olyan az ötödik rész, mint ezzel is lehetne akár zárni bizonyos dolgokat. Nincs minden teljesen lezárva, de olyan nagyon jó érzete van. Természetesen egy hatodik részhez kötelező lesz, de meglátjuk, hogy mik lesznek a történések. Én nagyon várom. Izgalmas dolgok történhetnek még. Én várok még meglepetéseket, csavarokat, ez majd kiderül. Az látszik, hogy a látvány eddig is erős volt, most az ötödik résznél is, és a zene is, a hanghatások, a képi mondani valók, mert sokszor a kép sokkal többet mond minden szónál, és ezt használták itt az ötödik résznél is. És gondolom ezeket majd azért tovább viszik a hatodikba is, amelyeket sajnos a forgatókönyvírók, illetve a fő showrunnerek, producerek, David Benioff és D.B. Weiss fognak rendezni is, úgyhogy egy picit ilyen szempontból tartok. Ők aztán talán egy epizódot rendeztek, vagy kettőt, de onnan rendeztek még eddig, talán egyet sem. Úgyhogy ilyen szempontból félek tőle. A rendezésben azért Szapocsnik mindig erős volt, és most is az ő víziója jelen van. Amit eddig megismertünk, igazából azt kapjuk meg. Egy olyan 40 perc felvezető jellege, 40 perc brutalitás jelleggel kapjuk meg a dózist. Úgyhogy igazából ennek a akciószekvenciának van egy nagyon szép kis felvezető íve, ahol szintén vannak szerintem viszonylag nagyobb meglepetések sokaknak. Úgyhogy élvezzétek ezt az részt, ha még nem néztétek meg. Akik pedig látták, majd ha beszélünk az évadról spoilerosan, akkor várom majd a véleményeteket, mert azért sok szemében tehát ez is egy megosztó rész lett. Nekem igazából tetszett, úgyhogy én egy olyan 80-85%-ot adnék neki. Lehetett volna mit csiszolni rajta bőven, de szerintem a hatodik rész még dobhat rajta akár utólagos módon, meglátjuk bizonyos kapcsokkal, kapcsolatokkal. Nekem igazából tetszett, egy eléggé egyedi szájízt kapó epizódot kaptunk, amely tipikusan szerintem nem Disney-s, tipikusan trónokharcás sok szempontból, úgyhogy nekem ez tetszett. Voltak benne megint hibák, de egyáltalán nem akkorák, mint mondjuk az első kettő, vagy akár a harmadik epizódnál.
Búcsúzom tőletek, sziasztok!